Nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Egy nagyon nehéz, de nagyon érdekes kérdést kaptam. Mi a helyes igemagyarázat alapelve? Az illetőnek nagyon ajánlom a bibliai tanulmányunk negyedévi leckét, hiszen végig a biblia tanulmányozásról tanulunk, viszont megpróbálom röviden összefoglalni, hogy mi is ennek a kérdésnek az igazi nehézsége és az igazi öröme. A Bibliát egy egész életen át tanulmányozni kell. Én kisgyerekkorom óta olvasom a Bibliát, és mégis minél öregebb vagyok, annál jobban rájövök, hogy még mindig nem értek hozzá. Két dolgot kell viszont először nagyon világosan megkülönböztetni. Isten kinyilatkoztatását és a Bibliát. A Biblia az Isten kinyilatkoztatásának tükre, de az Isten kinyilatkoztatása az túlnyúl a Biblián. Mi a kinyilatkoztatás? Isten belép a téri, idői világunkba, ahol mi élünk, és ott elkezd beszélni, cselekedni. Miért teszi ezt így Isten? Azért, mert Istenről semmit nem tudnánk, hogyha ezt nem tenné meg. Miért? A végtelen nem lehet fölfedezni. És Isten végtelen. A mindenható, mindenütt jelen való, örökké való Isten nem lehet elképzelni. Éppen ezért Isten belépett a téridői világunkba, és ott elkezdett szólni embereknek, az ő szolgáinak. Szólt Ábrahámnak, szólt az apostoloknak, és rengeteg bibliai példát tudnák mondani. Ebből a kinyilatkoztatásból hír lett. És ezt a hírt tovább mondták ezek az emberek. Ha Isten belép egy ember életébe, akkor nem lehet némának maradni, akkor beszélni kell. És ezt elmondták. Ábrahám a neki adott kinyilatkoztatást nem rögtön leírta, hanem tovább mondta. És Isten szent lelke gondoskodott arról, hogy ebből a hírből csak az maradjon, ami épít, ami az Isten üzenete. És a hír egy pontján Isten ihletett embereket, akik ezt a hírt, ezt a jó hírt, ennek a jó hírnek a lényegét tömören leírták a maguk kulturális anyanyelvén, a maguk nyelvi kifejezési eszközeivel. Mit jelent ez például? Ámosz például egy egyszerű pásztorember volt. Nagyon egyszerűen fogalmaz. 200 szóval össze lehet foglalni Ámosz könyvének az összes szövegét. Viszont egy csodálatos könyv. Ugyanakkor Dávid kiváló költő volt, nagyon finoman fogalmaz, óriási szókincsel, óriási képgazdagsággal írja meg a zsoltárait. Mind a kettő Isten kinyilatkoztatása volt, csak ez éppen úgy van, hogy a zenekarban is más dolgot bíznak rá, mondjuk egy fuvolára, és mást mondjuk egy nagybőgőre, vagy mást az orgonára. Isten különböző eszközöket használt arra, hogy Isten igéje megíródjon. De ez az ihletés tovább tart, hiszen mi is szóban halljuk az igét minden prédikációban. De még mindig nem ér célba az ige. A cige akkor ér célba, hogy egyszerűen nekem kell szólni az ige. Biztos mindenkinek volt olyan élménye, hogy ültünk egy prédikáción, hallgattuk valamit, és szíven ütött egy mondat. És az embernek eszébe, hogy honnan tudja a prédikátor azt, hogy én nekem pont most erre a mondatra szükségem van. Sehonnan nem tudja. Isten szent lelke dolgozott a kinyilatkoztatástól, a szóbeli továbbadásban, a Biblia megírásában, a Biblia hirdetésében, egészen az én szívemig. Éppen ezért, hogy tanulmányozzuk tehát a Bibliát? Elsősorban a szöveget kell nagyon jól ismerni, méghozzá összefüggésében a szöveget. A Biblia egy egészen más nyelven íródott, az Ószövetség héberül egy kicsit arámul, az Új Szövetség pedig a koiné dialektosban, tehát a görög nyelvnek egy beszélt változatában íródott. És aki valami idegen nyelvről fordított már, az tudja, hogy maradék nélkül nem lehet lefordítani egy idegen nyelvű szöveget. Ezért minden fordítás tulajdonképpen értelmezés. Éppen ezért, ha tehetjük, akkor többféle Biblia fordítást nézzünk meg. A Biblia fordításban még van egy csavar, amire figyelni kellene.
A mi anyanyelvünk állandóan fejlődik, és bizonyos szavak elértéktelenednek, illetve ismeretlenek lesznek, túl régiesek lesznek, és nem fejezik ki azt a tartalmat, amit az eredeti szöveg mond. Ezért a Biblia Tanácsok Világszövetsége szerint körülbelül 50-60 évente újra le kell fordítani a Bibliát, hogy az a mai ember mai nyelvén szólaljon meg az az eredeti üzenet, ami az eredeti szövegben van. De ugyanakkor a Bibliának van egy kulturális anyanyelve is. Különböző helyzetekben történik a Biblia. Például mondok egy nagyon érdekes példát. Jakab levele azt mondja az 5. fejezet 12. versében, hogyha valaki beteg, akkor menjenek el a vének, imádkozzanak felette, és kenjék meg olajjal. Ebből nagyon sok ember arra gondol, hogy egy szertartást kellene követni, hogy meg kell kenni a homlokát, egy homlokára, ahogy a középkorban tették, egy keresztet kellene rajzolni, méghozzá olívaolajjal, olyannal, ahogy a régiek az olajat vették, és nem veszük észre, hogy hoppá, itt egy kulturális anyanyelvbeli különbség van. Tudnélik, a görögben két szó is van az olajjal való megkenésre. A héber ember az olajjal naponta kenegette magát, tudnélik a sivatag felől fújó nagyon száraz por, ami jött, kicserpesítette a bőrt, és ezért mindig kenni kellett a bőrt, mert különben elfertőződött, bizonyos betegségeket, leprát, lepraszerű bőrbetegséget kaphatott az ember. Ezért egészen más volt a ktizma, ez a szent felkenetés volt, amikor egy szolgálatra kentek fel valamit, és egészen más az az alefó, amit itt használ a görög szöveg Jakabnál. Itt arról van szó, ezt az alefót, ez gyógyító céllal használták. Avval, hogy enyhítsék a betegséget, ez egy fájdalomcsillapító eljárás volt. Tehát azt mondja ez a szöveg, hogy nem valami szent cselekményt kell végrehajtani a betegen, hanem gyógyítani kell azzal az eljárással, amit ismerünk. Tehát az olaj ma azt jelenti, hogy az orvos valami fájdalomcsillapítót, valami olyan gyógyszert rendel, ami könnyebbé teszi a betegség elviselését. Így tehát figyelni kell a Biblia tanulmányozásánál a kulturális anyanyelvre is. De nagyon-nagyon szeretném felhívni a figyelmet a Biblia összefüggéseire. A Biblia szövegei nagyszerű szerkezetű szövegek. És hogyha kiragadok egy részt egy szerkezetből, akkor nagyon nehéz elképzelni az autót, hogyha egy csavart látok, ami az autóba való ugyan, de nem az egész autó. Annak a csavarnak az igazi szerepét ott tudom meg, hogy az egész autó szempontjából nézem a helyét. Ezért nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag is lássuk a Bibliát. Ne azt keressük a Bibliába, hogy mibe lehet okoskodni, mibe lehet belekötni, mibe lehet értetlenkedni, hanem a Bibliát úgy olvassuk, hogy ebben Isten ma szól nekem. Tehát az Isten igének a maiságát értsük meg, hogy a mai ember mai kérdésére akar mai választ adni az Isten. És ezt csak akkor fogom megtudni, hogyha a tennivalóimra koncentrálok. Tehát arra, hogy mi az, amit ma tennem kell. És akkor jobban értem a szimbólumokat, jobban értem a tényleges tennivalókat, jobban értem, hogy milyen kulturális anyanyelvben szólalt meg eredetileg ez az ige, és jobban értem, hogy mit akart mondani ez az ige, és ez a mondani való ma hogy érvényes. Éppen ezért a Bibliát egy életen át tanulmányozni kell. Ezért a Bibliát nem lehet kiolvasni, mint egy könyvet, hanem a mondani valót naponta meg kell keresni, mint ahogyan kenyeret és élelmet is naponta eszünk, ugyanúgy az élet kenyerét, a Bibliát naponta forgatni kell. És ezt megtesszük, boldogok leszünk. Adja Isten mindnyájunk életében ezt.